Egy kopasz és nagyon dühös tengeri malac el akarja pusztítani a világot. Vajon megállíthatod-e őt, ha kutya, teknős béka vagy akár malac vagy? Megtudjuk a DC Szuperállatok Ligája összefoglalójából. A rajzfilm egy minden DC Comics rajongó számára ismerős jelenettel kezdődik. A Krypton pusztulása. Superman szülei egy kapszulába teszik a kisbabát, hogy a földre küldjék. De a szuperbabának már van egy szuperházi állata. Egy Krypto nevű kiskutya. Krypto bepattan a kapszulába, hogy gazdájával együtt a földre repüljön. Sok év telt el. A kryptoni fiú felnőtt. Most már Clark Kent riporterként és Superman hősként ismerik. De még a legmenőbb szuperhősnek is meg kell sétáltatnia a kutyáját. Krypto felébreszti gazdáját. Látjuk, hogy ugyanazokkal a képességekkel rendelkeznek. Mindketten erősek, sebezhetetlenek tudnak repülni, röntgenlátásuk és lézerszemük van. Reggeli sétájuk egy szédítő repülés Metropolis felett. Feladatuk a bűnözők feltartóztatása és az emberek megmentése. Kutya és gazdája örökre együtt maradnak. Ebbe az idillbe azonban betalakszik Lois Lane. Lois Superman szerelme. Hogy Krypto ne zavarja meg a rendezvút, egy gumi Batman formájú játékkal terelik el a figyelmét. El tudod képzelni, milyen nehéz elterelni egy olyan kutya figyelmét, aki tud repülni és egy egész fát hoz el egy bot helyett? A többi kutya elmondja Kryptónak az igazat. Elmagyarázzák, hogy a gazdája nem játszik vele. Csak meg akar szabadulni a kedvencétől. Mindig ez történik, ha a gazdi lelkitársra talál. Krypto elborzad. Közben Lois és Clark megbeszélik a sorsát. Ha Clark családot alapít és kevesebb időt szentel a kutyájának, az nagyon magányosnak fogja érezni magát. A pár úgy dönt, hogy itt az ideje, hogy Kryptónak barátokat keressenek. Az állatmenhelyre megyünk. Ez a büszke és szabad szellemű kutya Ász otthona. Aranyos malacka Röfi, aki imádja a szuperhősöket. A félénk mókus Chip és persze a gyengén látó teknős Merton. Ők már feladták a reményt, hogy gazdát találnak. Most Ász arról álmodik, hogy megszökik a barátaival és elviszi őket a farmra. A leírásai alapján a farm olyan, mint egy paradicsom. Ekkor találkozunk Luluval. Ő egy kopasz tengeri malac. Ő is arról álmodik, hogy megszökik a menhelyről. Sőt, valami különleges szerkezetet épít hozzá. Közben Clark Kent is bejön a menhelyre. Elmondja az eladónőnek, hogy barátot keres a kutyájának. Az eladónő közli vele, hogy megvan a tökéletes. És ez... hoppá! Ász helyett csak egy üres ketrecet talál. Közben Ász megpróbál megszökni, de összefut Kryptóval. Krypto úgy viselkedik, mint egy arrogáns bunkó. Miatta Ászt elkapják és visszaviszik a ketrecbe. Míg a hétköznapi szerencsétlen állatok a menhelyen maradnak, addig a szuperkutya tovább éli szuper életét. A gazember Lex Luthor és segédje elkapnak egy narancssárga kryptonitból készült aszteroidát. A zöld kryptonit az az ásvány, amely elszívja Superman képességeit. Míg a narancssárga kryptonit magának Luthornak ad erőt. Ám a gonosztevő tervének nem szánnak sikert. Superman és Krypto felbukkan. Hogy elterelje a figyelmüket, Luthor az aszteroidát rádobja a városra. Szerencsére Kryptónak sikerül mindenkit időben megmentenie. De a gonosztevő csapdába ejti Supermant. Csak hogy Clark nincs egyedül. Vannak barátai. Az egész Igazság Ligája Superman megmentésére siet. Aquaman, Cyborg, Wonder Woman, Zöld Lámpás, Flash és Batman. Metropolis megmenekül. A meteoritot az űrbe dobják. De Lulunak, a kopasz tengeri malasznak sikerül elkapnia egy darabot belőle a csodálatos eszközével. Láthatunk egy LexCorp címkét a fülén. Ő volt Lex Luthor kísérleti állata. Ettől lett kopasz. De ez nem számít. Lulu nagyon szereti Lexet. Egy nap Superman betört Luthor laborjába és kiszabadította az összes kísérleti alanyt. Krypto szívesen vitte el Lulut a menhelyre, mert azt hitte, hogy jót tesz. Valójában azonban elszakította őt kedves gazdájától. Most Lulu narancssárga kriptonitot szerzett. Szupererőt kapott, és elhatározta, hogy bosszút áll az arrogáns szuperhősökön. Lulu elpusztítja a menhelyet, és elrepül, csak a cicát viszi magával. Tűz ütött ki. Ász és barátai bajba kerülnek. Ám ekkor kiderül, hogy a narancsszínű kriptonit nem csak Lulunak adott szuperképességet. Malacka mostantól képes összezsugorodni vagy megnagyobbodni. Ász sebezhetetlenné válik. Teknőt szupergyors lesz, Mókus pedig mostantól villámokat tud lőni a mancsából. Végül megszöknek a menhelyről. Közben Superman készülődik a rendezvúra. Krypto annyira féltékeny, hogy kész az óceánba dobni Lois Lane-t. Ám a fantáziája mégiscsak fantázia marad. Superman elmegy. Sajnos nem a kedvese várja az ajtóban. Ott van Lulu, a szupergonosz. Kryptonittal támadja meg Supermant.
Superman segítséget hív, de Kripto fagylaltot eszik, bánkódik a megszakadt barátsága miatt, és nem hall semmit. Amíg Lulu Supermannel harcol, Kripto kicsit megnyugszik. Különösen örül a sajt darabnak, amit a padlón talált. Mondanom sem kell, hogy Kripto megeszi. Ebben a pillanatban meghallja Superman hívását. Felszáll, és hirtelen lezuhan. Kiderül, hogy Lulu kriptonitot rejtett a sajt darabba. Kripto most már csak egy közönséges kutya. Megpróbálja megmenteni a gazdáját, de csak elüti egy autó. Miután magához tért, Kripto keresi a gonosztevőt. Meglátja a villámokat, odarohan, de csak Azt és barátait találja. Kripto kijelenti, hogy az állatoknak meg kell menteniük a gazdáját. Az állatoknak azonban más tervei vannak. Most már szabadok, és meg akarják találni a mitikus, csodálatos farmot. Kripto rájön, hogy nem létezik. Azt csak kitalált egy szép mesét, hogy felvidítsa a barátait. Kripto megígéri, hogy ha az állatok segítenek visszahozni Supermant, akkor elviszi őket az igazi farmra. Azt beleegyezik. Közben Lulu sereget gyűjt. A többi tengeri malac először vonakodik segíteni neki. De Lulu szuperképességeket ad nekik, és beszervezi őket. Amikor Batman megjelenik, a szupergonosz állatok könnyedén leszámolnak vele. Eközben Kripto megtanulja, hogyan legyen rendes kutya. Azt mesél neki egy szuperképességről, ami minden kutyának megvan. Ez pedig a hihetetlen szaglás. Kripto először finnyáskodik, mégis rájön, hogy ahhoz, hogy megtalálja Supermant, valami újat kell tanulnia. Azt megvigasztalja őt, mivel a probléma a lenyelt kriptonit nem tart tovább 24 óránál. Egy kis kakilás a gyepre, és Kripto újra szuperkutya lesz. A hírekben közvetítik, hogy a szuperképességgel rendelkező tengeri malacok legyőzték az igazságligáját. Kripto rájön, hogy most már csak az ő csapata az utolsó reményük. De az állatok nem tudják, hogyan kell megmenteni a világot. Egyedül Malacka Röfi ismeri a szuperhősöket. Még azt is tudja, hogy Kripto képes a naphoz repülni, elnyelni annak energiáját, és egy különleges szoláris mancspancsal eltalálni a gonosztevőt. Sajnos egy ilyen ütés nem csak a gonosztevőre, hanem magára a hősre is végzetes lenne. Hirtelen Lulu kiszúrja a szuperállatokat. Katonái könnyedén legyőzik őket. Kripto lehetőséget kap, hogy beszéljen a gazemberrel. Sok közös van bennük. Mindketten arról álmodnak, hogy visszatérhetnek a gazdáikhoz. Továbbá a gazdáik hazudnak nekik. Kripto elmagyarázza Lulunak, hogy ő csak egy kísérleti alany Luthor számára. Lulu pedig azt mondja, hogy Kripto nem barátja Supermannek. A barátok nem titkolják, hogy eljegyzési gyűrűt vettek, és készülnek az esküvőre. Mindeközben az igazságligája egy csapdában sínylődik. Lulu a LexCorp szívében rejtette el őket. Ajándékba adta kedves gazdájának. Kripto lábadozik a Luluval folytatott harcból. A szíve összetört. Azt úgy dönt, hogy beszél vele. Megosztja vele, hogy ő is házi állat volt. A gazdái kisbabája majdnem leesett a lépcsőn. Hogy megmentse a kisgyermeket, Aznak a fogaival kellett megfognia a karját. De a gazdik azt hitték, Az megtámadta a babát. Így került a menhelyre. Az mégsem bánta meg. Hiszen, ha valakit igazán szeret, bármit megtesz érte. Még akkor is, ha fel kell áldoznia magát. Kripto rájön, hogy nem ő az egyetlen, aki gondokkal küzd az életben. Elgondolkodik a többi állaton. Az elmagyarázza, hogy a barátai bizony furcsák és nevetségesek. Malacka bizonytalan és félénk. Mókus állandóan retteg. A teknős pedig vak és figyelmetlen. Az mégis szereti őket, mert ők a barátai. És Kriptónak soha nem szabad elkeserednie. Még ha Superman meg is nősül, nem hagyja el a kutyáját, mert a barátok nem hagyják el a barátaikat. Kripto és a szuperállatok feldobott kedvel úgy döntenek, hogy elrepülnek Lex Luthor börtönébe. A gépüket azonban lelövik. A Lulu által megmentett cica volt az. Most ő a hűséges társa. A cica azzal fenyegetőzik, hogy felrobbantja az összes állatot. Pánikba esnek, Az beszélgetése után azonban Kripto tudja, hogyan segíthet rajtuk. Felvidítja a bizonytalan malacot, megnyugtatja a félős mókust, és szemüveget ad a vak teknősnek. Aztán Kripto tervet sző, és ő lesz a csali. Az első csapást a sérthetetlen Az kapja. A teknős béka, a malac és a mókus egy kukában elkapja a cicát. Egyébként, amíg Kripto barátai tanulták, hogyan uralkodjanak az erejükön, addig Kripto tanulta, hogyan uralkodjon az övén. Most pedig úgy veszi fel Lulu nyomát, mint egy igazi kutya. Épp most ér Luthorhoz. Amikor Kripto csapata megjelenik, Lulu elkapja őket, és őket is cellába zárja. Végre eljött a találkozás pillanata Luthorral. Lulu boldog. És akkor Lex egyszerűen bezárja őt egy cellába. Nem érdekli egy rákcsáló.
Azt tervezi, hogy elmegy és magáénak érzi az Igazság Ligája legyőzését. Lulu szíve összetört, de gonosz tervének csúcspontja még hátra van. Közli Kriptóval, hogy 30 perc múlva az egész Igazság Ligája megszűnik létezni. Lulut a többi tengeri malac kiszabadítja. De nincs senki, aki megmenthetné Kriptót. Ahhoz, hogy kijusson a cellából, Superman erejére van szüksége. És akkor a kriptonit természetesen kijön a kutya testéből. Kripto visszanyeri erejét és elpusztítja a cellát. Nem akarja, hogy a szuperállatok kövessék őt. Kripto nem kockáztatja az új barátokat, hogy megmentse a régieket. Elrepül a LexCorp főhadiszállására, egyedül menti meg Supermant, majd betartja az ígéretét és elviszi az állatokat a farmra. Közben a tengeri malacok elpusztítják a várost. Kripto megérkezik és megállítja őket. Kiderül, hogy a LexCorp főtornya egy rakéta. Lulu azt tervezi, hogy kilövi és felrobbantja az egész Igazság Ligájával együtt. Ettől a tervétől még a segédjei is megijednek. Eközben Lulu lelövi egy riporter helikopterét Lois Lane-nel a fedélzeten. Kripto egy szörnyű döntés elé kerül. Megmentse a gazdáját? Vagy a nőt, akit szeret? És ekkor bukkannak fel a szuperállatok. Nem hagyják cserben barátjukat. Kripto megmenti a helikoptert, a barátai pedig gondoskodnak a rakétáról. Lulu dühös. Elkapja Kriptót és egy acélgömbbe zárja, de nem ismeri az összes képességét. Hirtelen Kripto egy szörnyű robbanás szemtanúja lesz az égen. Megdöbben, de úgy tűnik, hogy a barátainak sikerült kiszabadítaniuk az Igazság Ligáját a rakétából. Lulu kétségbeesésében narancssárga kriptonit részecskéket fecskendez a testébe. Óriási szörnyeteggé változik. A szuperhősök a szuperállatokkal együtt próbálják megállítani Lulut. Ő azonban túl hatalmas. Lulu azt kiabálja, hogy ezen a bolygón semmi sem állíthatja meg. Kripto pedig rájön, hogy ez a megoldás. Mivel a bolygón semmi nem tudja megállítani Lulut, akkor itt az ideje a Solaris Munchpunchnak. Oda repül a naphoz, elnyeli annak energiáját és a föld felé veszi az irányt. Valószínűleg ez a hőstett lesz az utolsó Kripto számára. Ász szavait azonban észben tartja. Ha igazán szeretsz valakit, gondolkodás nélkül feláldozod magad. Miután elnyelte az energiát, Kripto beleütközik a szörnybe. Lulu legyőzetett. A kriptonit a testében szétzúzódik. Újra egy kis kopasz tengeri malac lesz belőle. Kripto már éppen búcsúzna az élettől, de a legyőzhetetlen ász betakarja a testével. A barátok a földön térnek magukhoz. Superman oda siet Lois Lane-hez. Kripto most már nem féltékeny, hanem örül barátjának. Az összes szuperállat végre szupergazdit kap. Mókust elviszi zöld lámpás. Teknőc Flashhez kerül. Wonder Woman viszi a malacot. Magányos ász és magányos Batman egymásra találnak. És még Lulu egykori segítőit is örökbe fogadja Aquaman és Cyborg. Kriptonak hirtelen eszébe jut, hogy megígérte, hogy elviszi a barátait a farmra. De már nincs rá szükségük. Múlik az idő. Az összenemillő állatokból igazi szuperhős csapat lett. Mostantól ők lesznek a város védelmezői gazdáikkal együtt. Melyik háziállatot szeretnéd te magadnak? Írjatok a hozzászólásokba, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. Viszlát később, barátaim!